A Nagytajcsei Flex Polgárőr Egyesület, a szlovákok önkormányzata, valamint tenni akaró lakók, szülők felhívására kis csoport gyűlt össze május 21-én délelőtt a Petőfi lakótelepen. A fogi ecsetet felhívásra néhányan valóban ecsetet fogtak, és hozzáláttak, hogy még a gyermeknap előtt vidám színeket varázsoljanak a kiválasztott játszótér elemekre. Mások furtak, csavaroztak, láncot erősítettek a kiskapura, ha a padon elbóbiskolna a nagypapa, meg ne szökjön szemünk fénye. Szorgos asszonykezek ez alatt feltálalták az otthon készült finom sütiket, kenyeret szeleteltek, kentek, került rá hagyma is. Üdvözlök mindenkit a kis játszóterünkön, ezt azért hoztuk össze, mert sokan panaszkodtak, hogy a játszótér el van hanyagolva, és én azért gondoltam ezt az összefogást, hogy fogjon össze a lakótelep, fogjon össze a falu, hogy újítsuk föl a játszóteret, és a polgármesterünk tudatta velünk, hogy nem kell az egész játszóteret felújítani, mert adományból, és össze fogják hozni az új játszóteret, tehát uniós játszótérre fog alakulni az egész játszótér, de viszont a mozdony meg fogjuk menteni a utókornak, hogy a gyerekek is lássák ezt a régi játszóteret, hogy ilyen is volt, és ezért szeretnénk ezt a vonatot mi színessé tenni. Eljött a szlovák önkormányzat, kajával jött ide, a családtagok, itt a szülők összefogtak, hoztak kajákat, italokat, és ezzel próbálnak segíteni. Én nekem az egésznek az a lényeg, hogy fogja egy ecsetet projekt, mindent festéket adományból, és a polgármesteri hivatalból kaptuk, és ebből felújítani ezt a gyönyörű játszóteret. Szeretnénk, hogy mindenki, gyerekek jönnek, és minden olyan játékok legyenek, ami az uniós szabályoknak megfelelően fog hamarosan idén elkészülni ez a játszótér.